Köszöntöm Önöket, ez az Építők kézilabda magazin, a Telekom Veszprém magazin műsora. A csapatról készült videóval nyit a klub honlapja. A kulisszák mögé is bekukkantó összeállítást most itt is megmutatjuk Önöknek. Amazing character. This is what I want to see. Amazing character. The game, how was, doesn't matter. In this kind of matches, there is no nice game. But how you show character, this is what I want. Congratulations, this is it. Go, guys. Go, guys. Hey, guys. I'm so proud of you. Let's build on this victory. Yeah. Get the huddle. Júliusban vette át a felnőtt keret irányítását másodedzőként Gulyás Péter. A korábbi kiváló játékossal az előző fél évet tekintettük át a csapat és a szakvezetők fejlődése szempontjából. Az elején izgatott voltam nagyon, de nyilván egy nagyon nagy érzés, és hát ugye nagyon kevés ember mondhatja magáról azt, hogy megkereste a Veszprém, és miért nem mondaná azt, hogy természetesen igen. Bármennyire is az emberek azt gondolják, hogy fiatalok vagyunk még ehhez, én azt gondolom, hogy a kézilabdát értjük, és tudjuk annyira, hogy ez működhessen. Egyetlen dolog az, amiben szerintem mindenkinek nagyon sokat kell fejlődni, az pedig a vezetés elméleti módszerek. Azokat gyakorlatilag most ösztönből és azokból az autodidakta módszerekből próbáljuk meg rájuk tenni, ami bennünk van. Viszont én azt gondolom, hogy ebbe hatalmasat lehet erőre lépni, és nekünk is ebbe a fejlődés az, ahogy a csapatunknak mondjuk a lerohanás vagy a támadás szervezése fejlődői lehetőség, az azt gondolom nekünk ez az a rész. Természetesen ez egy nagyon nagy érzés, és most már itt vagyunk a szezon, befejeztük az első felét, és azt tudom mondani, hogy olyan
nagyságok ellen meccseltünk, és jöttük, hagytuk el győztesen a pályát, mint a Xavi Pascual, akit nem azt gondolom, hogy mindenki ismert. Nyertünk egy Raúl ellen, azt gondolom, hogy ez is egy óriási fegyvertény. Nyilván meccseltünk egy Talant ellen és egy Pásztor ellen, akik talán azt gondolom, hogy a legnagyobb támadó taktikusok, de még talán a védekezést is említhetnék. Tehát ezekből a 60 percekből és az erre való felkészülésből mi hatalmasat tanultunk. Biztos vagyok benne, hogy sokkal jobb edzők vagyunk közösen is, meg egyenként is, most így a fél év elteltével, és van még egy fél évünk, ami szintén ugye ezek az edzők ellen még egyszer megméretünk. Tehát azt gondolom, hogy ebben még lesz potenciál. Az, hogy a játékosok egymással abszolút jó kapcsolatban legyenek, próbáljuk meg a csapatnak a hangulatát mindig jó irányba terelni és jól tartani, jól kezelni, és tovább a társas kapcsolatok, ezek nagyon fontos dolgok. Azt gondolom, hogy ebben lépünk előre. A fiataloknak az érkezése, biztos vagyok benne, hogy nyomott egy frissességet az öltözőbe, hiszen más érdeklődési körük van. Jelen vagyunk egy olyan periódusban, ahol van egy nagyon komoly tehetségünk a Pepe személyében, aki most úgy érzem, hogy talán egy picit az Zorán előtt jár abból a tekintetből, hogy teljesen mindent megfogad abból, amit mi szeretnénk, vagy mi szeretnénk átadni neki. A Zorán egy picit várat még magára, hiszen én azt gondolom, hogy neki fizikálisan még sokkal többet kell érnie. Abból a szempontból, hogy ott az ő pozíciójában ő uralkodó lehessen. Míg a Pepe személyében én azt gondolom, hogy részese lehetünk egy olyannak, aki van egy nagyon nagy tehetség és tanul, folyamatosan ezt meg szeretné csinálni, ezt a fejlődést láthatja most mindenki. Az Oránnál én azt gondolom, hogy ez a tavaszi szezonban lesz az, amikor ő nála ugyanezt kezdjük el érezni, és ugyanezt tudjuk majd érezni. Egy kicsit abból a szempontból nehezebben vagyunk, hogy most a Pepét könnyebben tudtuk betenni, hiszen most a Petár sérült ugye ebbe a decemberi időszakba. Bal szélen ugye van egy sérültünk, kénytelenek vagyunk ott játszatni mást is, tehát azt gondolom, hogy az ő esetében egy picit előrébb járunk, míg a Zoránnál azokat a játékperceket most megtalálni egy kicsit talán nehezebb. Volt egy ominózus jelenet az évben, amikor azt éreztük, hogy kikaptunk Bukarestbe és kikaptunk a Zaporozsénél, és utána jött a Zaporozse visszavágó, amikor azt éreztük, hogy valami nem jó, valami a játékosok fáradtak és mentálisan sokkal elnyomottabbak, mint ahogy kellett volna lenni. Én azt gondolom, hogy ez a portói és a flensburgi hét volt az, amikor csúcson voltak a játékosok minden tekintetben, és automatikus módon jön egy hullámvölgy, és ott még a játékos múltból mi az, amit tudnánk csinálni, vagy mi esne most jól, és egy komplett napot azt kettő nappal az edzés vagy a mérkőzés előtt elengedtünk, és csak be kellett jönni, volt egy vérvétel, és utána a játékosok kompletten hazamentek, nem tartottunk edzést, nem volt videó, semmi, mindenki érezze jól magát. Erre meccs előtti nap egy sokkal rövidebb edzést szoktunk tartani, az egy picit hosszabb volt, de már érezhető volt az a felszabadultság, vagy az a frissesség a játékosokon, ami korábban nem. Aztán jött a csütörtöki mérkőzés a Motor Zaporozsán, ahol szerintem nagyon jól játszottunk, és egy hétre rá ez az egy edzés ugye a Bukaresten okozott 47 gólt. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen dolgokban még jó, hogyha az ember játékos, mert érzed azt, hogy még mi kellhet ahhoz, hogy nem biztos, hogy elég az, hogy videózol edzel, hanem szellemileg, meg mentálisan hogy frissíted a társaságot. Ezek azok a jó dolgok, amiben azt gondolom, hogy még jó, hogy még ilyen fiatalok vagyunk, és bennünk van az aktív játék. Az biztos, hogy támadásba szervezettebbnek. Sokszor van még az a periódusunk, amit közösen kell kijavítanunk, ahol mindenki elköveti még a saját maga, nem mondom, hogy hibáját, mert az rossz szó, mert hibázni persze mindenki szokott, hanem szervezetlenségét, inkább így mondanám. Ha ezt a második félidőbeli 8-10-12 percet mikor, hogy ki tudjuk javítani, és ezt le tudjuk szűkíteni, hiszen olyan mérkőzés nincs, amikor nincs hullámvölgy, akkor azt gondolom még erősebbek lehetünk. Tehát ebből a szempontból, hogy szervezettebb a támadásunk, akkor biztos vagyok benne, hogy léptünk előre. Továbbá, ami nagyon pozitív az, hogy ismét kezd egy nagyon jó védekezés kialakulni. Egy ilyen szünet mindig rosszkor jön, viszont ezt tudni kell alkalmazni. És ugye nyáron ugyanez volt, hogy a játékosok az olimpiáról érkeztek, most az Európa-bajnokságról, vagy az Afrika-kupáról fognak érkezni. Tehát ha talán annyi tapasztalat van bennünk most, hogy a nyári
programot a tavaszival összevetve, akkor ezt a zaporozsi és bukaresti időszakot hogyan fogjuk kikímélni és hogyan fogjuk máshogy megoldani. Viszont az elején biztos, hogy ezek a játékosok formában sokkal magasabb szinten lesznek, mint akik itthon maradnak, hiszen ők mérkőzésben vannak és játszanak, viszont szerintem mentálisan viszont fáradtabbak lesznek. Hát ezt a kettőt megint összehangolni, ez a nehéz feladat. A többit meg majd meglátjuk. 8. szezonját tölti veszprémi mezben a Telekom Veszprém csapat kapitány helyettese, Andreas Nilsson, aki 24 évesen érkezett az építőköz Lékai Mátéval és Gáspár Márguccsal együtt. A svéd beálló kameránk előtt elevenítette fel a kezdeteket, és az eltelt időszak legemlékezetesebb pillanatait. Épp csak betöltötte a 24. életévét Andreas Nilsson, amikor 2014 nyarán megérkezett Veszprémbe. A svéd kiválóság a Hamburg személyében nem is akármilyen csapatot hagyott ott az építők kedvéért. Az észak-német alakulattal ugyanis 2013-ban megnyerte a Bajnokok Ligáját is. Ennek pedig már majdnem 8 éve. Olyan gyorsan repül az idő, hogy ez csak akkor veszi észre az ember, ha egyszer-egyszer megáll és visszagondol a kezdetekre. Így volt ezzel a Telekom Veszprém beállója is. It's a long time ago. Milyen régen volt. A megérkezésed előtt hallod a sztorikat arról, hogy milyen fanatikusak a Veszprém szurkolók, hogy milyen csodálatos a közönség, amikor előttük játszol. Ennek ellenére az első személyes élményemet soha nem felejtem el velük kapcsolatban, az biztos. Az valami csodálatos volt. Én, Márguccs és Lékai együtt érkeztünk a klubhoz, és milyen fiatalok voltunk. Az egész nagyon új volt a számunkra. Nem igazán volt tapasztalatunk arról, hogy milyen nyomás alá helyez bennünket egy ilyen közönség és a hangzavar. Ez valami egészen káprázatos volt. Nikolaj Markussen, Borut Mačkovšek, René Toft Hansen, William Akambré, csak néhány név azok közül a játékosok közül, akik jöttek, láttak, itt voltak és nagyon gyorsan el is kerültek máshová. Pedig igazán kiváló kézilabdázók mind a mai napig, de Veszprémben nem tudtak gyökeret ereszteni. Andreas Nilsson szerint ő sem gondolta, hogy ilyen sokáig a Királynék városában maradhat. Azt hiszem nem igazán vártam azt, hogy ez ilyen hosszan fog tartani. Amikor egy nagy klubnál kezdesz el játszani, fontos, hogy mindig a megfelelő szintet tud hozni a pályán. Ez nem egyszerű, na és persze soha nem tudhatod, milyen dolgok fognak történni veled az életben. Így azt hiszem, senki sem számít ilyenkor arra, hogy egy húzamban 8 szezont fog eltölteni egy klubnál. Ez egy hatalmas megtiszteltetés a számomra, hogy itt lehetek. De igaz ez Gashira és Mátéra is. Velük azt gondolom jó barátok és jó csapattársak lettünk az itt töltött idő alatt. Azért jöttem ide, hogy megnyerjem a Bajnokok Ligáját. Ez az, amiért már 8 éve harcolunk. De sajnos még nem sikerült elérnünk, pedig nagyon jó esélyeink voltak már erre. De a csapat mellett szólt az is, hogy ez az egyik legjobb és legnagyobb kézilabdaklub Európában. Szerintem minden játékos szeretne egyszer itt játszani. Én pedig mindig azért küzdök a tőlem telhető legmagasabb szinten, hogy maradhassak és újra meghosszabbítsák a szerződésem, mert szeretnék itt maradni olyan hosszan, amilyen hosszan csak lehet. 8 szezon a sportban nagyon hosszú idő. Ez alatt számtalan élmény és emlék halmozódik föl. Jók és rosszak egyaránt, hiszen ahogyan a kézilabdázók szokták mondani, ez egy ilyen sport. Egyszer nyerünk, egyszer veszítünk. Szerintem ti is tudjátok, hogy mi volt a legnagyobb mélypont itt a csapatnál. Ez természetesen a Kielce elleni elvesztett BL döntő volt. A legnagyobb siker? Rengeteg ilyen pillanat volt. Például, amikor 4-szer is bejutottunk a Final Four-ba. Persze a végeredmény nem volt tökéletes, de már az, hogy eljuttunk a 4-es döntőbe, óriási dolog egy európai klub számára. De ide tudnám sorolni a Sehaliga győzelmeket, a magyar bajnoki trófeákat, ezeket mindig különleges érzés megnyerni. Rengeteg boldog pillanatom volt már itt, de a fő célt még nem sikerült elérni. De azért remélem, mielőtt lejárna a szerződésem, csak meg tudjuk szerezni azt a trófeát is. A sok-sok szezon azonban nem csak az élmények sokaságát adta a svéd beállónak, hanem rengeteg játékostársat is, akikkel kiváltság volt együtt játszani. Belőlük bőven akadt Veszprémben. Oh,
Ó, természetesen rengetegen voltak. Amikor fiatalon idejöttem, egy nagyon rutinos és tapasztalt csapatba kerültem. Olyan játékosok voltak itt, mint Momo Ilić, Nagy László, Suhti Muzsin, Renato Šulić és sokan mások. Szóval én azt gondolom, akkoriban egy edzésen mindenkitől csak tanulni tudtam. Aztán kicsivel később jött Sterbi Kárpi, de említhetném például Aaron Palmarsont is, és tényleg rengeteg játékost. Persze igazán felnézni nem tudtam rájuk, hiszen ugyanazon a szinten játszottunk, de az edzések minősége mindenképpen javított az én játékomon is. Keményebben kellett dolgoznom ahhoz, hogy megfelelő módon felkészült legyek, hiszen ilyen emberekkel játszol, te is csak jobb lehetsz. Bár András Nilsson még csak épp átlépte a 30. életévét, már olyan régi bútordarab Veszprémben, hogy többször is adódik a kérdés, vajon innen fog-e majd nyugdíjba vonulni? Ez a kérdés, hogy innen vonulok-e vissza, ez nem az én döntésem. Persze nagyon szép lenne, ha így történne, de még csak 31 éves vagyok, és azt gondolom, van még néhány szezon bennem. Jó, persze eljön az a pillanat, amikor az ember már nem lesz fiatalabb, és egy picit jobban oda kell figyelnie magára, de amíg a testem jól érzi magát, addig játszani fogok. Ebben egészen biztos vagyok, és remélem, ezt az időt itt tölthetem majd. De ugye, soha nem tudhatjuk biztosan. Persze András Nilsson messze van még Mirsad Terzic 10 szezonjától, vagy Iváncsi Gergőtől és Gulyás Pétertől, akik 17 idényben húzhatták magukra a bakonyiak mezét. Azonban az eddig eltöltött 8 szezonjával már mindenképpen igazi veszprémivé vált a svéd beálló. Felvillanó lámpák mellett kell gyorsan cselekedniük a játékosoknak az Építők magazin játékában. Az információ feldolgozását és a döntéshozatalt mérő gyakorlat alaposan próbára teszi a játékosokat, hisz az nyer, aki a leggyorsabban reagálva, de a legkevesebb hibával teljesíti a feladatot. A feladat nyilván már minden nézőnek ismerős. Ha a páratlan szám villan fel, akkor előbb a számot, aztán a színt kell megérintenie a játékosnak, majd bal kézzel kell megfognia a labdát. Ha páros, akkor szín, szám, jobb kéz a sorrend. Minden hibáért egy másodperc időbüntetés jár az átlagos reakcióidőhöz. Eddig egyetlen hibával és 4,54 másodperccel Sipos Adrián volt a legjobb, most pedig Gáspár Márgus próbálta megdönteni a rekordot. 3, 2, 1... Watch out! That's the limit. Watch out for the speed. Speed, speed, speed. Okay, no mistake. So 3:30. A rutinos szélső elsőként teljesítette hiba nélkül a feladatot, így 3,3 másodperccel az eddigi legjobb időt érte el. Érdekes volt a játék, kicsit gondolkodni is kellett, és munkás is volt. Persze szerencsém is volt, hogy hiba nélkül tudtam megcsinálni az egészet, de ugyanakkor jól szórakoztam. Mit gondolsz, meg tudod tartani az első helyedet a szezon végéig? Fogalmam sincs. Szerintem mások is meg tudják majd csinálni a feladatot hiba nélkül, de nagyszerű érzés köztük lenni. Nézzük a tabellát, amelyet immár Gáspár Márgus vezet. A következő műsorban Rasmus Lauge próbálja megjavítani az idejét. 2022 elején tekintsünk még kicsit vissza az előző év kiemelkedő veszprémi sikereire.
A bajnokságban ezüstérmet szerzett az Építők, a Magyar Kupában és a Seha Ligában viszont a Veszprémé lett a trófea. Zárt kapuk mögött Sziget-Szent Miklóson rendezték a férfi kézilabda Magyar Kupa 4-es döntőjét, ahol a fináléban összejött a Veszprém Szeged csúcsrangadó. Az izgalmas végjátékot követően 28-26-ra az Építők nyert, megszerezve a 2021-es esztendő első trófeáját. A 28. Veszprémi Kupa siker Lékai Máté számára is különleges volt, hiszen először nyert csapatkapitányként. A legfontosabb az, hogy nyertünk. Egy ilyen döntőben mindig az a legfontosabb, több mindent, hogy játszunk, milyen mérkőzés, ki teljesít jól vagy ki nem, a legfontosabb az, hogy nyerjünk. Küzdős mérkőzés volt, amire számítottunk, én is próbáltam hozzátenni a magamét, többé-kevésbé sikerült, azt gondolom. A 2021-2022-es szezon a Seha Liga megnyerésével indult, ahol a Zadari 4-es döntő fináléjában a Dinamo Zagreb ellen diadalmaskodott 7 méteresekkel az Építők, így a Momir Ilić-Gulyás Péter edzőpáros rögtön megnyerte első döntőjét. Talán ha szervezettebb és mindenki tudja a feladatát a támadásba, akkor nem kapunk annyi gólt, mert meg tudjuk oldani a védekezést. Erre próbáltunk megfigyelni, és én azt gondolom, hogy ebből volt nagyon fontos a Seha Liga győzelem, hogy ebbe éreztük, hogy ebbe van erőnk, innentől a többi azt pedig már ugye láttuk, hogy alakult. A Bajnokok Ligájában a PSG és a Barcelona elleni hazai diadal emelkedett ki az ősz során, ráadásul mindkét sztárcsapatot a Veszprém Arénában szurkolók előtt győzték le Momir Ilić tanítványai. Ez az a két mérkőzés, ami miatt mi ma itt tudunk beszélgetni, és ez nekünk, mint edzőknek óriási dolog. Itt a csapat is elhitte, hogy itt minden rendben lesz, ezután azt gondolom, hogy nincs is lehetetlen, hiszen két olyan csapatot vertünk meg, akik top csapatok, viszont mi is azok vagyunk, tehát azt gondolom, hogy az eredmény csak azoknak meglepetés, akik ebben nem hittek. Köszönjük figyelmüket, ennyi volt már az Építők magazin. Tartsanak velünk két hét múlva is. Viszontlátásra! Együttműködő partnerünk a Fit for Race.